Fedezetbiztosítása a Pécsi Megyei Jogú Város szolgáltató cégeivel kapcsolatos elégedettségi mérés 2021 tárgyú beszerzési eljáráshoz és az eljárás megindítása. Ezt a címet viselte ez az előterjesztés, ami a közgyűlés elé került kedden. A baloldali többség támogatta ennek elfogadását, így újabb milliókat fizet ki az önkormányzat. 17 millió forintot kapnak azok a cégek, akik ebben a megbízásban részesülhetnek a várostól. Ez egyrészt alkalmas arra, hogy a szocialista párt holdudvarát, budapesti holdudvarát finanszírozzák a pécsi adófizetők, így Péterfi Attila nagyvonalúságának köszönhetően. Másrészt arra jó, hogy helyi problémák megoldására kevesebb jusson, mondja a képviselő. Barkuczi Csaba szerint érthetetlen, hogy miért most kell vizsgálni a pécsiek 2021-es elégedettségét az önkormányzati cégekkel kapcsolatban, illetve miért nem helyi közvéleménykutatók kerültek képbe, akik valószínűleg jobban teljesítenek itt, mint a budapestiek, mondja a képviselő. Mind a három cég budapesti szocialista kötődésű vállalkozás, ismert vállalkozások, egyébként a Publikus, amely sohasem milyen méréssel nem találja el az eredményeket, illetve Závesz Tibornak a Závesz Research, eddig a másik érintett közvéleménykutató vállalat. És ez sajnálatos, hogy ha már egy ilyen felmérés készül, akkor épp a pécsi közvéleménykutató cégek nem kerülnek be a meghívottak közé. Barkuczi Csaba azt mondja, hiába kérdeztek rá, választ nem kaptak. Miért ezeket a cégeket hívták meg Pécsre vizsgálódni? Nagyon cinikus volt egyébként az ülés, hiszen a polgármester egy kérdésünkre sem válaszolt, hogy miért pont ezek a cégek kerültek be, és egy pécsi vállalkozás sem volt hajlandó támogatni. Talán nem ördögtől való a feltételezés, hogy tulajdonképpen nem csak céges felmérést fognak ezek a cégek végezni, hanem politikai közvéleménykutatást, amelynek az adatait majd a jelenlegi városvezetés számára teszik csak elérhetővé. Az előterjesztés elfogadása után most ajánlatokat kérnek a pesti cégektől. Majd a kiválasztás után valószínűleg 2023-ban kezdheti el felmérni a nyertes társaság, hogy mennyire voltak elégedettek a pécsiek, például a buszközlekedéssel, vízszolgáltatással, vagy éppen a szemétszállítással, távhőellátással még 2021-ben. A fideszes politikus szerint a baloldal által erre megszavazott 17 millióból az energiaválság miatt nehéz helyzetbe került pécsi családokat kellett volna támogatni. Az ügyben keressük a városvezetői oldalt is.